Marad-e még egyáltalán magyar ételfutár? Ez a mai kérdésünk. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, vissza kell mennünk pár évet az időben. Emlékezzünk rá, hogy 2020-ban a Covid diktatúra alatt a lezárások miatt nagyon sok étterem tönkrement, és akkor alakult ki, jobban mondva, utána alakult ki az a helyzet, hogy a Volt és a Foodpanda korábban más néven is jelentkeztek, gyakorlatilag leuralta ezt a piacot, és most már, hogyha valaki ételt akar rendelni, akkor gyakorlatilag csak ezen a két felületen keresztül teszi meg, ehhez szoktatták az embereket különböző kedvezményekkel, kuponokkal, de ez azért többletköltségébe kerül a cégeknek, tehát már ez volt egy nehezítés az ételfutárok számára. Aztán emlékezzünk rá, hogy tavaly ősszel, amikor a Katát kivezették, vagy lehet úgy is mondani, hogy kivégezték, akkor még nehezebb helyzetbe kerültek az ételfutárok. Akkor ugyan még a cégek megpróbáltak adni valamiféle anyagi kompenzációt, de ez csak arra volt elég, hogy így egyszerűen fejezzem ki magam, hogy nem kerültek annyira rossz helyzetbe, mint amelybe kerülhettek volna, de összességében azért mégiscsak rosszabb lett a helyzetük, mint a Kata előtt. Most meg már halljuk azokat a híreket, olyan információkat, hogy ezt a kompenzációt is el szeretnék venni az ételfutároktól, ezzel párhuzamosan pedig még több vendégmunkás érkezik erre a területre. Korábban is voltak már sokan, de ami az elmúlt hónapokban történik, az egy brutális mértékű emelkedés. Így gyakorlatilag az a helyzet áll elő, hogy nem nagyon marad magyar ételfutár, és hogy mi ennek az oka, milyen háttere van még, arra is ki kell térni. Gyakorlatilag ugye kettő lehetősége maradt egy magyar ételfutárnak, vagy csatlakozik ahhoz a flottához, amiben a vendégmunkásokat foglalkoztatják, és ahol a címpénz meg van felezve, vagy pedig felmond. Nyilván nem meglepő, hogy nagyon sokan ez utóbbit választották, ugyanis nem tudnak már megélni ennyi pénzből. A vendégmunkások ugyan kevesebb pénzért elvégzik ezt a munkát, de emellett kapnak számos más támogatást, amit a magyar dolgozók nem kapnak. És nem csak az ételfutárok, hanem országszerte tapasztalható ez a negatív diszkrimináció a magyar dolgozókkal szemben, mint ahogy az is, ahogy például visszatérve az ételfutárokra, nincs valós szakszervezetük. Lett volna egy, volt egy kezdeményezés, a Mi Hazánk Mozgalom ki is jelentette, hogy támogatjuk, de úgy tudjuk, hogy felülről gyakorlatilag megfojtották, ellehetetlenítették azokat a személyeket, akik meg akarták szervezni a szakszervezetet az ételfutárok számára. A Mi Hazánk Mozgalom továbbra is szorgalmazza, hogy legyen szakszervezetük, felszólítjuk a globális nagyurakat, a nagy cégeket, hogy ne akadályozzák az ételfutárok szakszervezetének kibontakozását, mint ahogy a jövőben is küzdeni fogunk egy olyan országért, egy olyan rendszerért, amely nem szorul vendégmunkásokra, amely a magyar dolgozók megbecsülésére épít.